Hallod, Máté? Hm? Azon gondolkoztam, hogy neked milyen kocsiaid vannak a garázsban? Megmutatnád nekünk, kérlek? Nekem? Milyen kocsiaim vannak a garázsban? Ez egy nagyon jó kérdés. Meg is mutatom. És akkor most ugyanazt elmondtam, mint te, amit kérdeztél. Szóval, srácok, kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen autók lapulnak a garázsomban? Hát most megnézhetitek! Juhu! Na hello, srácok! Ez itt egy újabb forzás videó. És ebben a videóban nem fogunk versenyezni, meg nem fogunk csili-csili-vili autókkal száguldozni, hanem megnézzük, hogy milyen autók vannak a garázsomban. Hát ez egy ilyen egyszeri videó, gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Az én garázsomat fogjuk most ebben a videóban megnézni, de hogyha szeretnétek, hogy a Krisztiánnal is legyen ilyen videó, akkor írjátok le kommentben. És ha meg lesz a 4000 like, akkor a Krisztián is csinál egy ilyen videót. Jól van. Egyébként a Krisztián is itt van most, és ő is szerepelni fog a videóban, ott lesz hátul, mint tudjátok a pörgetős videókban meg ilyesmi. Úgy fogunk menni, srácok, hogy a legelőször a D-s kocsikon fogunk átmenni, és aztán C, B, A, hát nem C, B, A. Na, akkor szerintem indulhat is, nem, Krisz? Mm-hmm. Jól van. Nem fogom minden autót külön-külön megmutatni, csak ami így kicsit így közelebb áll a szívemhez, vagy ismerem. Ja, ha érdekel, akkor bármikor megállíthatjátok a képernyőt, és nézhetitek a Mátének a kocsijait. Van ez a kis golyó BMW, ez neked ilyen kinder tojásosra van festve, azt hiszem. Ja, én ezt nem használtam még, de... Amúgy arra jó festések vannak. Nézd már meg rá a festéseket, azt nézd már meg, hogy mi az első. Az első design az nem más, mint egy ilyen sima fehér festés. És rajta van egy szürke karika az elején. Igen, van ez a ilyen furgon kocsi, ez a ilyen... Ja, ez a ilyen régi ilyen filmekben van, hogy valaki a farmon él, vagy ilyen horror filmekben, vagy ilyesmi. Igen, ez a Matuka kocsi, ezt amúgy ki is próbálom, menjünk bele egy kört. Azt a mindenségét, a Matuka kocsi. Hú, igen, el is képzeltem, hogy ilyen farmon vagyok, megy a country zene. Mész, viszed a búzát a lovaknak. Ja, viszem a búzát, így, várja, füvön is megyek, mert úgy jobb. Igen, viszem a búzát a lovaknak. Hé, de miért megy vissza? Ez vissza, ez az aszfaltra alapból, ez automatán kanyarodik. Igen, ez a D-s, ez teli van ilyen furgonokkal, meg ilyen béna, ilyen régi kocsikkal. Mondjuk ez a Mercedes, ez durva, ez egy legendás kocsi, 7,5 millióba kerül. Igen, van ez a Peel, ez a kis gombóc kocsi, ezt erről csináltunk is már egy videót. Ja, és ezt meg lehetett szerezni ilyen seasonbe, és ezt olyan drágán el lehet adni az összes olyan kocsit, hogy beszartok. Igen. Itt van ez a Celica. Igen, ezt saját magamnak csináltam, ezt a Celicát, ilyen rallis, D-s kocsinak. Saját magamnak tuningoltad? Igen, ezt saját magamnak tuningoltam, ez nagyon epik lett ez a kocsi amúgy. Hát D-s, de... Tényleg nagyon epiknek néz ki. Ilyen rallis kocsi. Mondjuk... Hát igen, ez nem egy S1-es kanyarodós kocsi, de hát... Hú, már 120-szal megyek, azt tudja. Itt ez a maradék D-s kocsi. Itt van ez a amerikai katonai kocsi, ezt még megmutatom, és aztán mehetünk a C-re! Hogy nyomom a izét? Ez nagyon jó az amerikai, ez ilyen Battlefield 1942 kocsi. Mi a szar? Mi történt? Ez Jurassic Park. Milyen Jurassic Park? Jurassic Parkos kocsi. Jaj, Krisztián. Ugye karakterem, hogy ez egy Battlefield 1942-es kocsi inkább, mint Jurassic Parkos? Na, látod, bólogat. Na, szóval nekem van igazam. Akkor menjünk is át a C-s kocsikra. Egyelőre itt az első oldalon még csak ilyen izomautók vannak, de amúgy szerintem itt csak izomautó lesz. Igen, itt van a Daytona. Vannak itt mindenféle Ferrari California, ez is 18,5 millió. Racing Pumpa. Ja, a Racing Puma. Az jó, az a Racing Puma, jó néz ki. Racing Puma. A Racing Puma. Igen, ez a Ford Focus, ez az első nem izomautó ebben a kategóriában. Hát, van itt jó sok oldalrább már több a nem izomautó. Hát itt egyelőre nem találtam olyat, ami még közel áll a szívemhez. Ott is van! A Volkswagen GTI VR6-os. Ez a sárga. Mindig, az elején mindig ezzel mentem le ezeket a C-s versenyek. Vagyis, hogy nem C-s versenyek voltak, csak így ezekkel mentem le ezeket az aszfaltos versenyeket, mert tök jól meg tudtam vele nyerni. És ez amúgy jól is ment, ez az egész az a kocsikös barátot csinál. Aha. És akkor tudtál nyerni így az elején? Mert én az elején mindig ilyen ötödik voltam. Én az elején mindig első voltam ezzel. Jó van. Na, végig is értünk a C-n, akkor viszont mehetünk a B-sekre, azok, az már izgalmas, mert ott már... Járjunk már az S1-esnél.
Itt már eszembe is jutnak autók, amik B-sek és tetszenek, vagyis mi az a Volkswagen, nem jutott eszedbe? De ez talán eszembe jutott még az elején. Igen, Audik, hát itt nincs túl sok, tudjátok, ezek a Audik, ami mindenkinek megvan, de senki sem használja. A Auto Union Type D. Ezt úgy emlékszem, mintha használtam volna már egyszer, de lehet valami küldetéshez használtam. Igen, az M3-as BMW, amit mindenki imád. Camaro, na ezt viszont meg már fel is tuningoltam. Ezt meg is nézzük. Full fekete az egész. Azt a mindenség, uram! Krisztián, te ezt milyen filmbe tudnád elképzelni ezt a kocsit? Én a Ghost Riderbe. Úgyhogy így ég. Így beleül Ghost Rider, és ég. Igen, én meg mondjuk a... Hogy hívják azt az autót, ami beszél? Ja, Knight Rider. Knight Rider, na az. Knight Rider. Ú, ez rohadt jól megy. Ez egy B-s kocsi, ez 180-nal megyek. Jó, mondjuk amúgy azt sem tudom, hogy vannak a szintek. Hát hogy mi jó egy B-s kocsihoz. Hát én 220, az már jó egy B-s kocsihoz. Igen, na várja. Igen, 220. 225. Osztarat, milyen jó kanyarodok! 230-nál járunk, kis barátom. Figyeld, ezt be tudom venni. 234. Az a lila, az milyen kocsi? Ez a következő lila, ez egy Deberti F-150 Prirunner. Az mi a szar? Azt nem is ismerem. Ez egy ilyen... Jaj, ez nem az, ami ilyen hegymászós. Ez szerintem valamilyen küldetésnek volt a nyereménye. Ez egy ilyen terepjáró. Van ez a Dart Hemi Superstock, ez egy legendás kacsi. Ezt rengetegen használják, és mindig, aki ezt használja, az első lesz a versenyen. Igen? Igen, ha online, amikor mész. De miért? Mi olyan különleges benne? Mert rohadt gyors. Olyan gyorsan gyorsul, hogy legyorsulsz vele mindenkit a francba. Igen, na nézzük meg. Nézzük meg, hogy milyen gyorsan gyorsul ez a monster. A monstró. Ja! Azt a már 60-nal megyek, azt a kutya. Hát ez tényleg elég gyorsan gyorsul, már 100-zal megyek. Jó, de hát ne a retkes izén, csink-csonk kanyarom menjél. Hát ezt jó bemutattam, jaj, gratulálom. Nyugi, visszaugrok. Hát ez tényleg rohadt jó az a kocsi. Ja. Vagy így visszaugrik én azért. Igen, vannak itt mindenféle Ferrari, Ford Bronco. Na Ford. Azt ki kell emelnem, mert az a legelső kocsi, amit megkapsz a játékban, és az iszonyatosan király. Lamborghini Miura. Ez olyan érdekes ez a kocsi. Na, és ott van egy nagyon király, egy kedvencem. Ez a Mazda RX-7. Igen, ez amúgy úgy néz ki. Amúgy kettő is van belőle. Amúgy nem is tudom, melyik a jobb. Mert ez kicsit gyorsabb, ez a narancsárga, ez a zöld meg jobban kanyarodik. Hát ezzel sorra nyertem a B-s versenyeket. Igen, és elérkeztünk a kedvenc márkámhoz, a Mitsubishihez, ahol van három királyautóm is. Egy Mitsubishi Lancer Evo 6, Mitsubishi Lancer Evo 10, amit én tuningoltam, illetve egy Mitsubishi Lancer Evo 8. Ezeket mind nagyon szeretem, meg is stockon is elég jók. Ez nem stockos, ez a 10, ezt én tuningoltam. Ja, de ezeket most nem mutatnám meg külön-külön, hanem menjünk is tovább. Piltrident, erről is ugye volt egy videó. Itt van ez a terepjáró Porsche. Ez is rohadt király. És ott ez a Supervan Rally. Ja, ez volt az egyik videóban. Csináltunk róla videót a három kerekűről. Shelby Cobra Daytona Coupé, ez 30 millióba kerül, és kettő darab van belőle nekem. Hogy van kettő darab, azt nem tudom. Mert achievement-en is megkapod. De előbb kaptad volna meg achievement-ből, akkor kipörgetted volna, el tudtad volna adni. Hát 15 igen. Milláért. Ez viszont egy nagyon-nagyon kedvenc autóm, mert ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az a másik, ez a Cobra, Shelby Cobra, a sima. Ez rohadt jól néz ki. Hát Subaru-król ne is beszéljünk. Igen, itt van egy Toyota Supra, király, ez is nagyon jó. De amúgy nagyon sok ilyen, mint például ez a Volkswagen Golf, ez is ilyen egyszer kellett, és akkor így föltuningoltam. És ezekből a kocsikból nagyon sok van nekem. Jól van, mehetünk is a következőre, ami az A, na az már az egy kicsit érdekesebb lesz, az A. Aston Martin, Audi, BMW, minden van itt, minden, kérem szépen, mint a kis moziba. Vagy hogy mondják. Ezt emlékszel erre, Krisz, amikor volt egy ilyen gyorsulási küldetés, és akkor arra kellett megcsinálni ezt a Chevrolet-t. Nézzük meg, hogy gyorsul. Krisztián, szerinted mennyire gyorsul? Ja, az a 53-as Corvette. Szerinted mennyire gyorsul 100-on? Hát ez szerintem mennyire gyorsul 100-on, 100-ra szerintem. Igen, na nézzük meg. Hú, és tényleg 100-ra gyorsult 100-on. Amúgy rengeteg ilyen kacsim van, amit csak így egyszer használtam.
És azóta hozzá se nyúltam. Igen, exomotív, ezt a Krisztián nagyon szereti, én nem használtam még. Én ezt imádom. Igen, Ferrari F50, ezt videóban nyitottam ki, ha még emlékeztek. Meg, és valami nagyon nagy villanás volt, meg nagyon igen. Nagy izé. F50! Asztal! Én igazából a Ferrari F40-et szeretem a legjobban, mert szerintem az néz ki a legjobban Ferrari közül. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha az meg lehetne. Igen, ezt is legelőször kapod meg, ezt a Hoonigan Ford Escortot. Amúgy ez is rohadt jó. Az elején nagyon sokat mentünk vele. Ezt is videóban nyitottam ki, ezt a Hot Wheels Twin Millt. Jaguar, Jeep, Lamborghini. Lamborghini Countach. Ezt muszáj megnézni. Aszta, ez a világ legjobb kocsi. Ezt komolyan mondom. Ez tényleg rohadt jól néz ki, de hogy lehet ilyen undarító színűre festeni, ezt nem szeretem. Milyen undarító? Ez az alapszínete akkor. Jó, de eztnek fehérnek kell lennie, vagy vörösnek. Milyen fehér vagy vörösnek? A Lamborghini vagy. Ez a Lamborghini. És amúgy rosszul is mondtad a nevét, meg Countach az jó, a neve. Jó, van már, nem vagyok. Nem, Lamborghini Countachnak. Hát az a neve, a Lamborghini Gallardo Spider, az neked nincs meg. De megvan. Az meg a király. Azt nagyon szerezt, imádom. Igen, jó, hát abban most nem szállnék bele. A Diablo, az is jó. De ha a kettő közül választani kell a Countach vagy a Diablo között, akkor egyértelműen a Countachot választom. Lotus. Amúgy a Lotus Elise, tehát azt mi nagyon szeretjük, mert a Need for Speed Carbonban az volt. És azt nagyon szerettük azt a játékot. Itt vannak ezek a... Srácok, ha ezt a Forza Edition-ös Mercedes kamiont, aki szeretne jó autót, az erre minél hamarabb tegye rá a kezét. Mert ez a legjobb kocsi az egész játékban. Igen, ez nagyon jó. Lancer Evo 9, ez van nekem megcsinálva alsra, és ez iszonyatosan király. Igen, ez a Mini Morris, Morris Minor, ez a Krisztiánnak a egyik kedvenc. Nekem ez az egyik kedvencem, yeah. Hanem a kedvencem. Skyline, Nissan Skyline 2000 GTR, 1973-as, ezt egyszer kipróbáltam valami küldetésnél, és azóta imádom, mert olyan jól lehet vele menni. Ott szenvedtem valami küldetéssel, és ezt megcsináltam, ezt a kocsit, és körülbelül 3 másodpercet megnyertem vele a versenyt. Tényleg jó. Ott meg vonat, azt, ami csoda cinematic shot. Láttad ezt? Próbáltam magam bepagoltatni a vonattal, és nem tudtam. Nem tudtad? Na majd nem. Én. Ki akartam magam lőni. Na majd én, várj. Új, ez most izgalmas. Várj, elébe megyek a vonatnak. Gyerünk, elébe kell mennem! Ha jó, mert ez a kocsi tényleg. Ez tényleg nagyon jó ez a kocsi, ezt nagyon szeretem. Igen, ez a Peugeot 207, ez egy ilyen régi, klasszikus. RJ Anderson, erre csak annyit tudok mondani, hogy... Igen, ez az új Toyota Supra, ezt mindenki ismeri. Jöhetnek a keményebb kocsik, azaz az S1-es osztály. Igen, itt van a Villan McQueen Chevrolet Corvette, ez tökéletes. Nekem megvan a DeLorean! Ja, hogy ne lenne meg, hát még videóban is volt. Igen, itt is vannak természetesen Ferrarik, ezek már ilyen újfajta Ferrarik, ezeket nem nagyon szeretem. Ez a Ford, vagy ez Hoonigan? Vagy csak sima Ford? Nem tudom, ez egy ilyen rallis Ford autó, és ezt imádom. Csak annyi a baj vele, hogy csak 230-al tud menni az a végsebessége. Jimmy GMC! Ezt most muszáj megmutatnom, mert videón kívül én ezt a kétkerekezős videó után megcsináltam, hogy tudjon kétkerekezni, és tud is. Yeah, baby! Máté, hát megölöd a utasaid. Milyen utasaim? Hát nincsenek is utasaim. Engem, itt tudok benn veled. Igen, Hoonigan Ford Escort, ez is a Krisztián kedvenc autója. Csak most mind lelövöm az összes kedvenc autódat. Ez az, ne lőd már a kedvenc autóimat. Lelőlek én téged mindjárt. Akkor visszavonom, nem is igazából ez a kedvenc autó. Zero Uno, ezt egyszer használtam egy küldetéshez. Ez nagyon király volt. Emlékszel erre, Krisz? Ezt a Zero Uno? Persze, emlékszel, az jó kocsi amúgy. Ez a Jaguarom, ez egy ilyen gyorsulási kocsi, ez is volt már videóban. Igen, itt vannak a Lamborghinik. Na ezek már azért már oda tesznek az a sztár. Tényleg, srácok, nektek mi a kedvenc kocsitok? Írjátok le a kommentben, jó? Ez a Maserati Gran Turismo, ezt videóban nyitottam, és iszonyatosan király. Ennek úgy van megcsinálva a kanyarodásra, hogy a hátsó kerekek is kanyarodnak, és sokkal jobban lehet vele kanyarodni, mint egy másik kocsikkal. Igen, ez a F1-es Mercedes. És itt van a Mitsubishi Lancer Evo
10. Ez a kedvenc autóm. A kedvenc saját autóm. Szerinted méltó helye van? Szerintem azt mondtad, hogy az a kedvenc autót. Akkor minden egy csomó kedvenc autóm van. Csit legyen. Nissan Fairlady Z, ami Nissan 350 Z volt még régen, amit nem értek, hogy melyiket talán nevezni, na mindegy. Toyota Supra, ez is egy S1-es 900-as, és vége is az S1-esnek. Szóval mehetünk az S2-esre, amúgy szerintem itt már egyre kevesebbek lesznek, ugye, mert nyilván S2-esből már kevesebb, mint S1-esből, de annál izgalmasabbak. Igen, és az X-es az azért különleges, mert ugye azt csak tuninggal lehet elérni. Az mi a szar az S2-es? Az a ilyen régi szekér. Ja, az S2-es, ez a Bugatti, a 100 éves kocsi. Itt ez az alap Chevrolet Corvette, amit megkapsz. És itt van a Ferrari F40 Competizione, amit meg ki sem próbáltam. Na, akkor próbáld. Jó, kipróbálom. Bakker, hogy egyre jobb kocsik vannak, az be se űsz, a D-sbe összesbe beüté. Ez iszonyatosan jól néz ki, ez a Ferrari F40. Ferrari. Ferrari F40 Competizione, azt a... Hú, de jó hangja van, azt a rad, de jó kanyarodik. Igen, itt van ez a Hoonigan, Hoonicorn Mustang. Ez egy nagyon híres autó egyébként a való életben is. Ú, itt már nagyon izgalmas kocsik vannak azt alatt. Sesto Elemento, azt mondta Krisztián, hogy ennek is így kanyarodik a hátsó kereke, úgyhogy ezt is megmutatom nektek, srácok. Látjátok, hogyha kanyarodok a kocsival, akkor a hátsó kereke is kanyarodik. Ezért tudnak ezek ilyen nagyon jól kanyarodni ezek az autók. Ja, bár ez a valóságban, utána néztem, és mondták, hogy ez nem így működik, mert nagy sebességnél ezt nem tudod megcsinálni, meg kiszáll a kereke a francba. Ja, szóval hát ez csak ilyen városi, belvárosi módban van, tudod, hogyha úgy ja, néz. Ja, hát nem is mondta senki, hogy ez teljesen realisztikus ez a játék. Ja. Igen, következő kocsi, ez a címlap kocsi a Forza Horizon 5-nek. Ez az Mercedes AMG Van. Ja, ami általában elektromos. Elég szar szerintem, nekem nem tetszik. Neked tetszik? Hát nem, nekem se tetszik. Ugye, elég fos. Ja, szerintem se. A következő kocsi az a Pagani Huayra. Jó. És ez iszonyatosan király. Én ezt szoktam használni ilyen nagyon gyors versenyzékesekhez, mert olyan durván kanyarodik, hogy az valami elképesztően... Hát S2-es versenyzésekhez. Ezt szoktam használni a legdurvább versenyekhez, ja, mert... Igen. Igen, mert ez ilyen 400 valahányjal megy, és tökéletesen kanyarodik. Igen, ő Porsche Spyder, ezt a Krisztián ilyen Xboxosra befestette. De nem, én ezt úgy kaptam Xboxoson. Igen? Aha, valami. Még a ja, mert ez nem a Forza Edition? Nem. Igen, ez a Tachyon Speed, ezt ti is ismerhetitek, srácok. Ez a Batmobile. Srácok, szeretnétek, hogy a Batmobillal versenyezzünk egy részben? Akkor versenyeztünk. Ja, amúgy nem hülyeség. Igen, és itt van a legjobb kocsi, a Volkswagen. Spongyabobos, ebbe bele is ülök. És ez egy S2-es kocsi. Erről is volt videó egyébként, srácok. Nagyon sok mindenről volt már videó, az az igazság. Igen, és ez nincs feltuningolva egyébként, ez alapból S2-es. Igen, ez alapból ilyen. Ez a, hogyha láttok ilyet az utcán, akkor az így megy. Jaja. Így, másfél ennek az erejét a spongya baba. De ez amúgy Bakker tényleg olyan, mint egy S2-es kocsi, ilyen tök jó kanyarod. Ja. És még repülni is jól tud. A 300-ra menti. Én ezt nagyon szeretem, ezt a kocsit, mert rendesen lehet vele jól versenyezni. De végig is értünk az S2-eseken, úgyhogy most jön az X-es. Woo! Mennyi X-es kocsit van, nem tudom? Nem tudom. Most fog kiderülni. Akkor be is jelölöm az X-et. És nézzük! 3X-es kocsim van. Van a Koenigsegg Jesko, a McLaren Senna és a Mercedes-Benz AMG. Jó, akkor ezt mind a hármat bele kell ülni. Jó. Koenigsegg Jeskót azt nagyon sokan ismerhetitek nyilván, mert csináltunk róla már több videót is, mert ez a leggyorsabb kocsi a játékban. Bár én amúgy annyira nem kedvelem ezt a kocsit, vagy hogy mondják. Igen, ez a tuning, ez különösen arra van csak, hogy minél gyorsabban menjél. Igen. És ugye, hát annyira nem jó maga a kocsi versenyzésre, de igen, viszont rohadt gyors. Ó, aztán rohadt nagyon hamar kicsúszok. Hát nagyon gyors ez a kocsi, ez nem is tudom mennyivel is tud menni, várja, oda megyek egy ilyen gyorsulási helyhez. Hát azt hiszem 499-en mentél vele, nem? 499-en mentem, most megpróbálom megkísérelni, hogy gyerünk. Amúgy nem jó a leállósávba menni, mert itt dobálja a kocsimat. 496, 497, 99, menj már föl! Nem ment fel megint. Ja, nem, ja, szerintem akkor az a max. De azon a nagy rámpán lefele
ebben a videóban, srácok, amit most látok a képernyőn, azon 500 mennyivel mentünk? Hát jóval 500 fölött. Hát nézzétek meg ezt a videót. Na, a következő X-es kocsi az természetesen a jó öreg McLaren Senna, ami a Forza Horizon 4-nek volt a címlap autója, és ez egy nagyon jó kocsi. Ja, és szeretem. Ez nagyon különleges kocsi amúgy, mert ez csak annak lehet meg, aki játszott a Forza Horizon 4-jel. Igen, és én játszottam, ráadásul nem is keveset, legalább ugyanennyit, mint ezzel. És amúgy ez is egész gyorsan tud menni, bár ez nem egy Koenigsegg ISK-o, ez azt hiszem ilyen 420-szal tud menni talán. Ja. Ezt is nagyon szeretem, jól kanyarodik, az elején nagyon sokat segített, hogy tudjak fejlődni, mert nagyon gyorsan ment, már ugye a legelején is megvolt ez nekem. Szerintem ezt mindenki ismeri, nem nagyon kell bemutatni. Igen, és az utolsó X-es kocsi az AMG Click GTR Forza Edition 1998-as Mercedes-Benz. Nézzük meg. Amúgy ezt én sem tudom, hogy mer X-es, meg hogy miért van ez. Hát, mert föltuningoltad. Mert azt hiszem a ugratáshoz, vagy nem is tudom. Igen. Aha. El szokott menni, amit srácok a Forma 1-es versenyeken. Hát igen, ez nyilván azért ilyen gyors, meg azért ilyen nagyon erős kocsi, mert hát a Forma 1-es kocsikkal kell itt mennie. Ja, 40-nel. Miért kéne 40-nel menni? Hát mert felvezeti a pályán, végvezeti az a Forma 1-es. De hát attól még föl kell gyorsuljon. Azért nyilván ja. Azért gyors, nyilván nem azért gyors, mert 40-nek kell menni, akkor miért nem egy Trabanttal mennek be oda, bakker? Hát én ezt nem sem értem. Nincs, én Trabanttal mennék. Mert gyorsnak kell, hogy legyen. Ez a megoldás a kérdésre. De a Trabant is gyors. Na jó, srácok, ennyi volt az összes kocsim. Láthattátok az összes kocsimat, végigmutogattuk. Nyilván nem mutattam meg minden egyes kocsit, ami ilyen nem olyan érdekes. A számomra érdekeseket és közelálló, a szívemhez közelállóakat mutattam meg. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha szeretnétek, akkor a Krisztián is csinál egy ilyen videót, de ahhoz 4000-en lájkolnotok kell, és sokan írnotok kell a kommentben, ám. Ez nem úgy működik, ám, hogy csak úgy csinálunk videót, az ámmal meg a menet, mit képzeltek magatokról? Na köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha ez a videó tetszett, akkor biztos az is tetszeni fog. Amikor megnéztük, hogy mi a maximum sebesség a Forzában, illetve az is tetszeni fog nektek, amikor megnéztük, hogy tudunk-e 1 kilométert ugratni. Nézzétek meg ezeket a videókat is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Hello! Hello!